Tehát a mi boldog nagyurunk, a felcsúti szultán, Magyarország és Európa megmentője, jóvoltából születnek különböző online médiumok, de nem csak a Megafon, meg az ilyen pesti srácok, meg ilyesmikre kell gondolni, amik ugye ezt a narratívát ölelik, hanem vannak néha olyan felbukkanó, kicsit szoftosabb, árnyaltabb irányzatok is, és most már nagyon régóta be volt harangozva a Köztér nevű YouTube csatorna, online valamilyen magazin. Ennek végre kijött az első adása, úgyhogy ezt fogjuk megnézni, amiben a YouTube vagy TV kérdést fogják feltenni a járókelőknek. Bála, te súlytalan fasz vagy. Ipan.hu, már 20 éve veletek. YouTube vagy televízió? Ez itt a nagy kérdés. Az Index képünk a következő, a közvélemény alműsor nevet viseli, tehát itt láthassák önök, hogy ez itt a közvélemény. Kitalálták, hogy köz, terület, köz, pénz, tehát mindegyik, tehát lesznek ilyen különböző alműsorok. Érdekes, hogy ez egy olyan indexkép, ami nagyban is nagyon elgondolkozhat, mert annyira sokféle dolgot láthatsz rajta. De hogyha ekkorában látod a mobilod képernyőjén, akkor ezt hogy az anyámba látnád itt? Ezt a kis tévét itt a jobb alsó sarokban, pláne itt a szereplőket, pláne itt, ami háttérben, szerintem ezeket se tudod nem tudod felismerni. Hát olyan, hát egy indexkép az körülbelül ekkora. Tehát, hogy nem. Ez kapásból egy olyan dolog, ami totálisan elveszik bármilyen YouTube, bárkinek a YouTube feedjébe szerintem. Nem popol, nem, na, ezt tanulhatnának, nyilván fognak is, hát szinte bármelyik versenytársuktól, ha fogalmazhatok így. Na szóval, mondjuk meg akkor, hogy a műsor milyen. Nulladik rész. Ez egy pilóta epizód, gyerekek. Pilóta? Be van kapcsolva a feliratok opció. Én Kelemen Karoli. Van hozzá magyar felirat? És ez begépelt magyar felirat lenne? Mert az autó magyar, az nem nagyon tudom, hogy ez létezik-e már. YouTube-on lehet, én vagyok lemaradva. De ezt most kikapcsoljuk, jó? Szerintem annyira tudunk magyarul, hogy le tudjunk követni egy 5 perces videót. Jó, szóval Kelemen Karolina. Kelemen Karolina Reaper. Én Kelemen Karolina vagyok, és azért jöttem ki most hozzátok, mert minket érdekel a vélemény. Egyébként, tudom, hogy én nagyon irritáló ember vagyok mindenkinek, aki engem néz, hogy nézek valamit, mert mindig megállítom, de ugye Gulyás Marci is nagyon-nagyon híres a Signature védjegyes üléséről, olyan furcsán tartja a lábát, a cipőit. Hát azért itt is láthatunk egy nagyon érdekes beülést, ami azért adhat okot arra, hogy lehet, hogy itt valami át lett hozva, de nem, csak nem. Azért egy ülést mégsem kéne, hogy tudod, így. Tehát, hogy abban is valami egyedit alkossunk, hogy a riporterünk így vagy úgy tud ülni. Mert szerintem ez a természetes ülés, csak fura, hogy ezt így lát egészségedre. Gulyás Marci visen újra sneakereket. Ez valami sneaker? Ha mondjuk, ha így megtöröd az órát, akkor ez nem sokáig sneaker. Ezért legyetek hatással ránk, javasoljatok, és kivételesen most ne csak a komment szekcióban. Mi? What? Én Kelemen Karolina vagyok, és azért jöttem ki most hozzá. Miért nem néz a kamerába szerintetek? Olvassa valahonnan ezt a szöveget? De ott a kezében a kis... Nem, csak... Azokra néz, akik a kamera mögött állnak. Tátok, mert minket érdekel a véleményetek, ezért legyetek hatással ránk, javasoljatok, és kivételes... De hol javasoljunk? Hanem a kommentekben. Sem, most ne csak a komment szekcióban. Jézus, mert nem nézek YouTube-ot. Ez TikTokon is megy, ugyanez? Mert ez nagyjából, mint egy ilyen TikTok csatorna. Körülbelül azt a komolyságot ér. Jó. Ezt most én teljesen out of context ki lehetne ragadni, mert nem bontottam ki gondolatot. Szóval, hogy TikTokon rengeteg ilyen utcaembere videó van. Tényleg, az, szerintem a tartalmak, nem tudom, egy negyede az ilyen utcaembere is tudsz. Olyan, mint hogy egy arra gyártott műsort néznék kicsit. Nyilván más itt a resolution, de na. Tovább összebeszélek. Szerintem inkább YouTube. TV vagy YouTube? YouTube, abszolút. Ja, most tudtuk meg, hogy mi a kérdés. Tehát megkaptunk pár választ, amiből nem tudtunk mit leszűrni, de hát a videó címe is az, amit az elején a hölgy nem mondott, hogy miről szól a videó, vagy hát, hogy titeket kérdeztünk. Oké, kis zűrzavar, de elkezdődött valami, igen. Az Origónak nehéz lesz ebből lehozni, hogy mennyire jók, de valahogy tuti megoldják. Figyelj, nekik van videájuk. Szerintem ők azon nagyon boldogok, hogy azért fizet nem tudom, az állam rengeteget, hogy ott hirdessen a senkiknek. Vagy hát a senkinek. Abszolút. No. Micsoda meme! Egy jó tizen akárhány éves meme. Tudom van. Igen. Ki használ YouTube-ot?
Ez is kurva régi. Karolina oda van, és utcaembere. De Karolina kérdez. Filmeket nézek, zenét hallgatok. YouTube mezene hallgatás, meg koncertnézés, meg ez, meg az. YouTube. Hát TV. Mi fontos, amikor követsz egy csatornát? Miért követsz egy csatornát? Srácok, tehát a száján rágóznak. Nagyon-nagyon felkészülnek itt a válaszadásra. Szóval meg kellett állítanom, hogy elolvassam a szöveget. Mi fontos, amikor követsz egy csatornát? Miért követsz egy csatornát? Van-e olyan csatorna, ami eszedbe jut, hazai, külföldi, bármelyik lehet? Ezek nagyon ilyen általános, tudjátok, ilyen kérdőívszerű gondolatok, nem? Ez nem a szabad szájjal megfogalmazott, meg ilyen továbbvitt beszélgetések. Na mindegy, egy kicsit száraznak gondolom itt a kérdés feltevés. Csatornát, van-e olyan csatorna, ami eszedbe jut, hazai, külföldi, bármelyik lehet? Hát... És a csaj olvassa a papírra, hogy nézzek, így visszanézett, hogy így... Jót olvastam? Várj, jó sorban vagyunk? Várj, oké, mehet, mehet. Nálam az esztétika, az nagyon fontos, hogy minőségi tartalmat gyárt, és hogy érthető, kinézetre is, nem csak nyelvezetre. Én... Amiket kiírtak, így kipipáltak, mondott egy összetett mondatot, és így leboltották ilyen szavakra az egészet. Oké, furcsa én nagyon. Streamereket szoktam nézni, a Nessai VR. Pont. Ajajaj. Ez egy pingvin volt. Ez a hölgy. Na jó, jól van. Hát a Nessai-t azt én is ismer, hallottam már róla. Azt hallottam róla, hogy cilinderes, nem, cintányéros majom. Ja nem, pingvin tényleg. A pingvinek köztünk igazából járnak. Nekem azt szokott számítani, hogy az irányvonalon képviselnek. Az irányvonal. Hogy elgondolkozott ő is? Nézd meg itt. Nézd ezt a fejet, ahogy így próbál szinkelni itt a gondolattal. Irányvonal. Influencerként vagy bárhogy az tetszik-e, mert ha igen, akkor követni szoktam a munkásságukat általában. Ilyen videókat néz. Jó gondolat voltam úgy. Meglepődni, ha azt mondani, hogy Benszöd bán, hallod, felállnék, azt itt kirohannék. Az már a világhír lenne, hogyha a köztér csatornán én meg lennék említve, ugye már? Hát tényleg a hülyeségeket, amiket bedob. Ha biztos táncoló macskákat. Ez általában egyébként így a YouTube nézők 90%-a csak táncoló macskákat keresgél. Random nézel videókat, semmi koncepció, nem keresel rá semmire. Semmi! Be sincs jelentkeznek. Az a kedvencem, aki úgy YouTube-ozik, nem ír be a keresőbe semmit, és nincs bejelentkezve. Ő csak így, ő YouTube-ozik. Ő így bármi, amit dob a gép. Szerintem az egyik GVM szám után hallgatja a másikat, meg kettő között megnézi Dancsút. Milyen hazai? Hú, ezek a mémek, de kínosak. És milyen külföldi? Vagy nem kínosak, de olyan nem tudom, olyan tone deaf, olyan nem tudom, olyan kontextushoz így illeszkedik, de annyira bele van erőltetve. Csáó, laza, milyen hazai és milyen külföldi YouTube csatornákat követsz? YouTube csatornákat követsz, és miért? Hát nem tudom, hazaiból igazából Dancsót szoktam nézni, de csak azért, mert azért néha egyetértek a nézeteivel. Hát a... Csak azért nézi, mert egyetért vele? Húha, micsoda generáció nőtt fel itt a bokor mögött, az árnyékban. Én követem azért a Partizánt. Ajaj, és bekerült egy ilyen. Szóval figyelj, én már azt gondolom, hogy itt már ők megtették, amit kellett. Megemlítették a konkurenciát, hogyha egyáltalán annak nevezhető egy csatorna, ami jelenleg százszor nagyobb, mint ők. De végig is nekem ami... Százszor? Nem. Ezerszer. Ja, ezerszer nagyobb. Na mindegy. Mert ők nekik 400 követőjük van. Partizánnak meg a 400 ezer fölött. Igen. Minden téma nyitott a világra. Van, igen. De az olyan, amikor a kérdező így tehát elmondja, hogy mit mond, és akkor bólogat, és megismétled. Ez egy jó, hogy ezt be tudtátok vágni. Ez szerintem kimaradhatott volna itt a... Nem is tudom, hol van. Valami nagy kínai mellett, vagy nem is tudom, mi ez. I'm proud of you, you know that. Jól van, ez így, a srácokat követem még. Maximum van ez a két okos, amire hallok, de nem nagyon szoktam őket nézni. Főként ilyen izéket követ. Jó reg, két okos. Nekem úgy ilyen utazós csatornákat, külföldieket. Mint a Harry-ket. Milyen témát vagy formátumot hiány? De nem már olvasd egy lapról, egy kinyomtatott lap, legalább legyen valami tablet. Mert már az M1-en is ilyen régi Huawei, vagy nem tudom, ZTE tabletet használnak. Hát jusson már a köztérig is, vagy nincs finanszírozás? A kinyomtatott lapról kell felolvasni a kérdést. Milyen témát, formátumot hiányoltok? Mi lenne? Szerintem több Roblox, nem? Meg több Minecraft. Én azt gondolom, nekem az hiány. Több SSO. Több SSO videó. Hiányoltok. Mi az, amit többet néznétek, olvasnátok? Engem politikai.
Aladdin. Hát... ez a bevágás is ilyen... Jó, ide tegyük be egy izét, egy Sacha Baron Cohen filmet, jó? Pont a diktátor. Nem, hogy én igazából inkább kevesebbet olvasnék, megnézni. Én állat és kert általában, mert kertesztünk otthon is. Például a fólia, vagy dinnyetenyésztés, vagy így ütetni, úgy ütetni, mi általában ezeket szoktuk. Dinnyetenyésztés, vagy fólia. Oké, furcsa megfogalmazás volt. Értjük, amire gondol. Csak utólag rossz hallani magad, amikor hülyén válaszolsz. A dinnyetenyésztés, igen, az merenek egy picit. Termesztés az egy fokkal közelebb állhat. Szevasz, Magi! Hogy ittyeg a fityegőd? Örülünk, köszönjük szépen a 40. Mada Akin hónapodat, menő vagy. Köszönjük kedvességedet. És például, hogyha egy mai festőnek a művét például megkérdezzük, hogy ő mit érzett, mit gondolt akkor, amikor azt megalkotta. Na már, bevágjuk itt a boborost, nem kell bevágni semmit. Azt én amúgy nagyon szeretem nézni, mert ugye kialakul bennem egy saját ilyen elképzelés, hogy vajon mit gondolhatod, de az, hogyha még rá is erősít, vagy pont, hogy megcáfolja az én gondolataimat, az olyan érdekes lesz számomra. Sajnos az operatőr... Ja, nem látjátok! Az operatőrnek nem sikerült itt a fókuszt annyira belőni, hogy ő van most autofókusz, és ő van fókuszban. Hát még tanulják a srácok, tudod. Még nem tudják pontosan felmérni, hogy mekkorák a problémák. Hogy vajon miért? Javítanak. És ez tök jó, hogy válaszokat kapok az ilyen vajon miért kérdéseimre. Miért nem nézel YouTube-ot? Valamilyen formátumot hiányolsz? Vagy egész egyszerűen csak... Hát nem az, hogy... hanem a TikTok, meg a Instagram, ami jobban leköt, meg hogyha valami videót szeretnék nézni, akkor Netflix sorozat. Ja, amúgy... Hát ilyen egy átlag ember. Most mi a francot várunk? Megkérdezett, hogy TV vagy YouTube, és akkor azt válaszol, hogy TikTok, Netflix. Bevágások elrontják a videót, a bevágások maximum 3 perces lenne. Mondasz valamit, és szerinted amúgy ennek van bármi értelme? Tehát ez egy ilyen újszerű formátum, valami újszerű gondolatokat feszeget? Egy első videónak, egy pilotnak szerintetek ez így, na ide vonza a nézőket? Nem gondolom. Az, hogy teleerőltetik ilyen régi mémekkel, az már annyira sokat nem ront rajta szerintem, vagy hát jó, ront magán a videón, de így az egész alapötlet nekem eléggé bagatel. A Refresher már egy jó ideje nyomja ezeket a cuccemberüdöket, nem? Hát ők nagyon régóta. Hát előtte azért 6 lépés, 7 lépés, 8 lépés. A belgásokkal legalább lehetett a cringe-elni, anélkül még ahhoz is túl unalmas lenne. Nem túl érdekfeszítő. Én nagyon szeretem a zenével kapcsolatos tartalmakat olvasni, tehát hogy az új magyar zenékkel kapcsolatos dolgokat, meg ilyesmiket, arról szívesen olvasnék. Ki kell néznétek meg szívesen egy-egy interjút, ez lehet bármilyen személy, nő, férfi, közéleti szereplő. Hát én a Miskovics Marcit azt nagyon kedvelem. Vele nagyon megnéznék valami. Amikor a párjával beszél, tudjátok, hogy milyen volt az első év a párkapcsolatuk, ezt nagyon meghallgatná. A Tokár Tominak pont most lett ilyen műsora, úgyhogy szerencséd van. Gyere, itt a link, itt a QR kód, mindjárt dobom is. Ez teljesen ismeretlen, akire ti felfigyeltetek. Énekes, ilyen Youngblood. Ő most jön koncertezni pont a Budapest Parkban, én neki szoktam így az amerikai, hát ilyen interjúit nézni. Reszel, pici bácsi. Hát, ha énekesekkel, akkor én nagyon szeretem a korai zenéket, meg ezeket a korai előadókat. Ezek a tizenéves, ilyen organikusan íhressé vált fiatal zenészek, mert így hozzánk az idősebbekhez nem annyira jutnak el a TikTokon, meg ilyesmi, mert mi azt már nem használjuk. Oké, szóval, hogy mi boomerek vagyunk, és már nem használjuk a TikTokot. Jó, hát ez a hölgy ez saját magát így, nem tudom, mondjuk ilyen 35 éves körül lehet max, a generációját így ennyivel el is intézte. Kész. Ehhez én már öreg vagyok, ilyen tikket meg a tokot én nem teszek a telefonomra, mert tiszta vírus lesz. Meg a kínaiak is különben is lehallgatnak. Na, szóval akkor 36 leszek jövőre, igen. Ez is nagyon jó bevágás. Jó rövid. Szóval én amúgy YouTube-ról, vagy így a blogokról tudnék inkább tájékozódni, velük néznék többet. Én a Puzsért nagyon szeretem, és egy Puzsér Fidelikuszt azért én megnéznék őszintén, vagy mondjuk egy Puzsér Hajdú Péter. Tök érdekes, mert mindenki ezt mondogatja. Még amikor a magyar Péter Puzsér vita megtörtént, még előtte, hát akkora volt a hype-ja, te jó ég. Tehát szerintem, hogyha sorba raktuk volna azokat az embereket, akik csak úgy megnézték volna, így ott lettek volna, így Budapesttől Kenyáig elért volna a sor. De aztán így megnézted azt a videót, vagy megnézted azt a beszélgetést, majdnem 3 óra, és Puzsér nagyjából 10 percig beszélt, és feltette ilyen
Hát elég puritán módon fogalmazva, nem annyira magához, tehát magához képest szerintem elég egy ér, nem is szókincsel, de intenzitással a kérdéseit. Magyar Péter meg sokat beszélt. De Hajdú Péter, például a Hajdú Péter Puzsér Robert olyan van. Azok gyönyörűen meg vannak örökítve. De a Friderikusz Puzsér, hát nem hiszem. Attól függ ki csinálja. De a Puzsér szerintem kicsit túlértékelt ilyen szempontból. Amikor ő a komfortzónájában van, és hagyják beszélni, és különböző témában megnyilvánult, szerintem sokkal többet lehet abból tanulni, amit mond, mint hogyha összerakják ilyen idegen arcokkal, mondjuk amikor a Huth Gergővel, akkor sem mindig a legszimpatikusabb ényét hozza ki. Szóval ilyen szempontból kicsit overhyped-nak érződik, de én is szoktam hallgatni, meg a önkényes mérvadót, majdnem azt mondtam, hogy mérsékelt mérvadót, önkényes mérvadót is szoktam hallgatni, de abban a környezetben szívesebben hallgatom, mint mondjuk valakivel vitázni. Valami ilyesmi. Milyen tartalmakat, hírportálokat nézel, vagy olvasol az interneten? Nem Karácsony lesz, Vitézivel lesz beszélgetése. Jaj, én nem szoktam. Jaj, lemaradtam. Milyen tartalmakat, hírportálokat nézel, vagy olvasol? Hát az Origót, azt nagyon szeressük, igen, meg ez a riposzt, igen, hallottam? És az interneten. Jaj, én nem szoktam híreket olvasni egyáltalán. Ez rossz dolog. Hát én legfeljebb ilyen külföldi helyzetek, például vannak most ilyen, hát háborúk. Hát ha valami érdekel, akkor utána keresek, és ez... Vannak ilyen háborúk most egyébként a... Hallottam már? Külföldön háborúk vannak? Tudja? Tudja ön? Szoktam olvasni ilyen cikkeket. Telexet szoktam, meg 444. Igen. Jaj, ezek nem jó válaszok. Ezek nem jó válaszok, nem ezt kellett mondani. Mandiner, Origo. Jó, ez a kettő, amit nem szoktam olvasni. Nem szoktam nézni. Nem is olvas az interneten ilyen híreket? Nem. Nem, én megveszem a Blikket, abban minden benne van, ami nekem kell. Én sem olvasok ilyen, nem. És neked mindenről mi a véleményed? Hát ez egy nagyon teljes értékű, fantasztikusan megvágott anyagból. Pesti srácok, még inkább. Tudod, írd meg nekünk, illetve ne felejts el feliratkozni a csatornáinkra. Ez valami gag, hogy beállt egy ilyen növény elé? Nem tudom, ez az Vörösmarty, Ötvös utca? Valahol ott a Andrássy út környéke szerintem, ahol állnak. De ez csak egy ilyen... Ja nem, ez Blaha környéke, nem? Mindegy, whatever. Követni minket, és megérni azt is, hogy mi érdekelne. Legközelebb pedig talán éppen azzal folytatjuk. Ez óriási. Ja nem, ez Calvin tér? Nem a... Ez az? Ja, ez az, jó. Ja. És akkor most ez a vége? Kelemen... Hogy hívják a hölgyet? Kelemen Karola? Kelemen Caroline? Hát, jó. Végül is, ha kényszerítenek pénzzel, hogy ezt vedd fel, akkor megoldható. Hihetetlen kínosak ezek a pár másodperceként felbukkanó mémek és videók. Alig tudtam végignézni ezt az 5 percet. Ettől lesz fiatalos? De a Dancsó közönséget szíloztátok meg? Akkor nem szóltam. Szerintem az ilyen fókuszcsoport közönséget akarták megszírozni. 6 lépésen ugyanilyen tém volt az első videó között. Azt mondtam, a legelső volt. Hát, jó. Igazából nem nagyon tudom, hogy mit láttunk. Ez nagyon, nagyon kis mintát vettek, elég furcsa mintát, nagyjából 6-7 szereplő volt max. Ez kitett egy 5 perces videót, kérdeztek embereket arra, hogy mit néznek a YouTube-on, semmi izgalmas nem történt. Abszolút nem volt széles a paletta, nem volt gyerek megkérdezve, nem volt egyetlen egy idősebb valaki volt megkérdezve, meg egy nő, aki nem adott semmit. Legtöbben amúgy ilyen kitérő vagy semmilyen választ adtak, úgyhogy hát ez nagyon ott megy. Nem tudom, hogy miért utálják ennyire az emberek, most itt nyilván egy csomó, akik ide találtak, tudják, hogy ez hogy valamilyen szinten állami beruházás, kezdeményezés, vagy államileg támogatott, ezért fúj alapból, de hát lehet, hogy itt valami jó fog történni, meg volt említve egy csomó olyan szereplő, meg mit tudom, például a Telex, meg a 444, amik nem feltétlenül kormány közeliek, úgyhogy hát ja, köztél, hát húzatok bele, csináljátok valami jobbat ennél, mert ez idáig eléggé bitralmas. Na, úgyhogy good luck a továbbiakban.